A napokban 4 új foglalkoztatásbővítő intézkedést jelentett be a kormány, köztük a Nők 40 plusz elnevezésű program bér- és járulék támogatásaival már januártól élhetnek azok a munkaadók, akik 55 év feletti nyugdíj előtt álló nőket foglalkoztatnának. Elindult a Nők 40 plusz program, amellyel az álláskeresőként nyilvántartott és döntően a koruk miatt rosszabb elhelyezkedési esélyekkel bíró nők foglalkoztatását segítené a kormány. Azoknak a munkaadóknak, akik vállalják az 55 év feletti nyugdíj előtt álló női munkavállalót, a munkabér és a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adóegyüttes összegének 100%-át téríti meg az állam. A programban a legalább egy hónapja bejelentett munkahelyel nem rendelkező 60. életévüket betöltött nők vehetnek részt, és beléphetnek továbbá az 55. életévüket betöltöttek is. Nekik azonban rendelkezniük kell legalább 37 év nyugdíjra jogosultsági idővel. A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több, mint a 40 éves munkaviszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. Az NGM számításai szerint 1000-1300 nő szerezheti meg így a nyugdíjhoz szükséges jogosultságot. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A foglalkoztatás politika minden kormány egyik legfontosabb stratégiai célú törekvése. Tette ezt a Fidesz kormány egy olyan közegben, úgy indította, ami egy válság környezet volt. Azóta sok minden történt, és a foglalkoztatás politikának ugye mindig idomulnia kell a gazdaság változásaihoz. Hogyan tudja a Fidesz a meghirdetett stratégiáját követni, és hogyan illeszkednek ezek az új intézkedések ebbe a stratégiába? A legfontosabb stratégiai indulópont ugye segélyhelyett munkát program, illetve a foglalkoztatás bővítésre, hiszen azt kijelenthetjük, hogy a foglalkoztatók minél nagyobb száma, tételezzük fel egy optimális állapotot, amit célul tűztünk ki, a teljes foglalkoztatás elérése. Ennek minden olyan aspektusával együtt, amit említettük, ugye korosztály szerint nyugdíj előtt álló 55 évet betöltött, vagy éppen a 40 éves munkaviszonyhoz közel álló nőknek most egy speciális segítés, de eddig is voltak olyan akciótervek, amelyek akár a munkáltatónak, akár a munkavállalónak tettek olyan kedvezményt, akár a régi nevén munkaügyi központok, most ugye a foglalkoztatási főosztályok a kormányhivatalokban, amelyek ezeknek a társadalmi rétegeknek, ami a statisztikán belül, a foglalkoztatási vagy munkanélküli statisztikán belül kiemelkedően eltérnek az átlagtól, ezekre különösen figyeljenek. És hát jó példa erre például a rokkant nyugdíjazási rendszernek a teljes megváltoztatása. Így van, hiszen azt mondjuk, hogy rokkant nyugdíj, én azt mondom, hogy megváltozott munkaképességűek, hiszen a nyugdíjat, és ez is a kormány egyik intézkedése volt, hogy a nyugdíjat az öregségi nyugdíjra értjük, minden más juttatást, azt vagy szociálpolitikai juttatásnak, vagy pedig foglalkoztatáspolitikai, vagy társadalompolitikai juttatásnak hívunk. Ezért az úgynevezett komplex felülvizsgálattal, hogyha már a csökken munkaképességekről beszélünk, akkor őket felülvizsgálják, besorolják A, B, C, D, A, 1, B, 1 hadnerészhezre milyen kategóriába, és itt adnak egy foglalkoztatási támogatást akár a munkavállalóknak, akár a speciális foglalkoztatóknak, illetve ezeknek az embereknek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy különböző kategóriákban lehet nagyon sokáig, akár nyugdíjas életének eléréséig, de van, amikor maximum csak 3 évig lehet ezeket a foglalkoztatási támogatást igénybe venni, de mindenféleképpen abba az irányba mutat, hogy a nyugdíj az az öregségi nyugdíj, és minden más foglalkoztatási támogatás. Az előbb említett 25 évesek mondjuk nagyon nagy statisztikai arányt mutatnak a munkanélkülieken belül. Az 55 év felettieket, akik nagyon nehezen foglalkoztatnak már egy-egy cégnél, azt gondolják, hogy idézi ebbe, bocsánat, kifejezés, öregek, de azt gondolom, hogy ők tapasztaltak. Valamint ugye, ahogy mondtuk, 1300-1500 nő élhet avval a lehetőséggel, akiknek a 40 éves munkaviszonyuk és az életkorukhoz 1-2 év hiányzik, és ehhez a kormány megpróbál olyan intézkedéseket tenni, olyan megkönnyíti a munkavállalóknak, illetve a munkáltatóknak azokat a terheit, amelyeket ezeknek a munkáltatóknak a foglalkoztatásával ér el. Tehát stratégia összefoglalva egy nagyon rossz foglalkoztatási helyzetből egy teljes foglalkoztatási irányba menjen. Közfoglalkoztatás átalakításának is része ez a stratégia. Melyek azok a kedvezmények, amelyeket kaphatnak a munkáltatók az ilyen kevésbé vonzó rétegek foglalkoztatásával? Hát ahogy mondtuk, akár a bérjárulék 100%-át is, ennek ugye mindig van, vagy nagy általánosságban vannak tovább foglalkoztatási kötelezettségei, illetve van nagyon rossz kifejezéssel egyfajta büntetőtétel is, amikor 20 főnként foglalkoztatni kell egy csökkent munkaképességű ember 4 vagy 6 órában. Ha ezt nem teszi meg, akkor
akkor be kell fizetnie neki egy úgynevezett foglalkoztatási hozzájárulást, ami egyébként pontosan ugyanaz az összeg, mint egy 6 órás foglalkoztatást egy csökkent munkaképességű ember foglalkoztat. Mondjuk úgy, hogy ez egy motiváló tényező, ez egy aktív foglalkoztatási eszköz annak érdekében, hogy akkor ne csak simán befizesse az államnak egyébként, amiből az állam visszasegíti ezeknek az embereknek a foglalkoztatását, hanem akkor keressék meg egymást a munkaerő piacon, azok a foglalkoztatók, akiknek 20 fön felüli foglalkoztatottjuk van, és azok a csökkent munkaképességűek, akik pedig szeretnék igénybe venni ezeket a támogatásokat, illetve szeretnének még aktívan részt venni a munkaerőpiacon, akár ebbe a 4 vagy 6 órás munkarendszerbe is. Mindemellett muszáj beszélni arról, hogy a munkaerőpiaci helyzet meglehetősen kétarcú. Ma beszélünk egyrészt munkanélküliségről, másrészt viszont nagyon komoly munkaerőhiányról. Hogyan tudja ezt kezelni ez a stratégia? Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy igen, ki kell mondani, hogy munkaerőpiac hiány van. Itt torzulások vannak az országnak különböző részén, ugye a nyugat, a fejlett nyugat, a budapesti agglomeráció, illetve a kelet magyarországi régiók között. Nagyjából olyan 70 ezer olyan betöltetlen állás van a rendszerben, ahol már munkaerőpiaci hiányról beszélünk. Ennek a kikerülésére, vagy ennek a megoldására kínál lehetőséget az új típusú szakképzési rendszer, amit átalakításra ment, amit úgy hívunk, hogy duális szakképzés, ahol csökken az elméleti oktatásnak a száma, nő a gyakorlati oktatás, és a gyakorlati oktatásba bevonunk olyan konkrét munkahelyeket, ahol már ezek az emberek a gyakorlati idejüket töltik, de egyszerre be is tanulnak ebbe az eseménybe. Kvázi saját maguk képezik ki így a van. Leendő munkaerőt. Így van. Ma találkoztam számára egy befektetővel, aki érdeklődött Európai Uniós pályázati, illetve különböző támogatások iránt, foglalkoztatás elősegítő támogatások iránt, és ő is azt mondta, hogy bajban van a szakmunkásoknak a kezelésével, nem tud felvenni szakmunkást, de még olyan munkás nagyon, sem nagyon tud felvenni, aki átképezhető, ezért ő rögtön kapott, avval ért a lehetősége, kapott azután a lehetőség után, hogy belépjen ebbe a duális képzésrendszerbe, és most azt hiszem, hogy 15 ember dolgozik nála, tanul nála, és akkor ők már gyakorlatilag mondjuk úgy, mint a régi rendszerben, hogy már biztosítva van nekik a munkaerőpiacuk, a munkaerőhelyzetük. Ezt a fajta kettősséget hogyan tudja szolgálni a közmunkaprogram? Azt gondolom, hogy ha teljes foglalkoztatás felé megyünk, akkor a közfoglalkoztatás egyfajta minta, mégpedig minta, hogy a segély helyett valamit csinálni kell. Itt ha valamit csinálni kell kifejezést, ugye általában a közfoglalkoztatás az önkormányzatokon keresztül, vagy akár közhasznú szervezeteken keresztül valósul meg. Egy bizonyos programot be kell adni, le kell írni, hogyan gondolja az adott önkormányzat ezeket az embereket foglalkoztatni kívánja, milyen termékeket próbál előállítani, milyen szolgáltatásokat vált ki, akár a köztisztítás terén, akár a bevizelvezető csatornák, akár a külterületi csatornák tisztatartásával, de milyen állami cége, például a MÁV, az erdőgazdaság, a vízügy, hogyan tud hozzájárulni a mindennapi munkájával. És azt gondolom, hogy amellett, hogy pénzkeresési lehetőség, hogy segélyhelyett munkát biztosítunk, a munkafeltételeknek a megszokása, hogy reggel fel kell kelni, fel kell öltözni, el kell menni a munkába, fegyelmezetten el kell tölteni, nem szabad italozni, haza kell menni. És a gyerek azt látja, hogy a szülők elmennek reggel dolgozni. Így van, ez a második dolog, hogy ugye a társadalmi minta, tudjuk, hogy a szocializációs folyamatban a családi beégés a legfontosabb, és nem mindegy, hogy apa magnóhallgató, mint a régi segélyes időben szokták mondani, vagy pedig azt látja a gyerek, hogy igen, apa elmegy dolgozni, és keres kicsivel többet. Ez a közmunkarendszer alkalmas-e arra, hogy magasabban kvalifikált munkát biztosítson mondjuk azoknak a munkanélkülieknek, akik jobban képzettek, de átmeneti időben nem kapnak munkát? Azt gondolom, hogy igen. Itt meg kell említenem azt az új lehetőséget, hogy a második szakmunkás vizsga megszerzése az ingyenessé vált, és az állami szakképző intézmények, iskolák, szakmunkás képzők, szakközépiskolák kaptak egy olyan lehetőséget, hogy gyakorlatilag meghirdetik a náluk oktatottakat, és a felnőttek, akiknek már van egy szakmunkás végzettségük, vagy ha nincs, de szeretnének egy plusz egyet, vagy szeretnének most újra a tanulás világába az életen áttanuló tanulásba belépni, akkor ez egy ingyenes lehetőség. Nem kell vállalkozásoknak megkeresni, nem kell OKS képzéseket, hadd ne mondjak véleményt az elmúlt időszak néhány lehetőségéről, hanem abban az állami rendszerben, azokkal a tanárokkal, akik ahol képezik amúgy is a klasszikus szakmunkásokat, azok az iskolák képezik a felnőtteket is.
Beszéltünk arról ugye, hogy a segélyhelyett munkát program a stratégia fő része, de ha már segélyről beszélünk, akkor néhány szóban említsük meg azt is, hogy az egyéb szociális juttatásokban milyen változások történtek januártól. Hát a fő változás a 2015-ös évben volt, amikor ugye az önkormányzati feladatellátásból az államilag garantált segélyeket, vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatásával a munkanélküliekről beszélünk. Ugye ezt az önkormányzat kezelte, a munkahelyi központokkal karöltve a munkahelyi központok beintegrálódtak a kormányhivatalokba, és a kormány úgy döntött, hogy a járási hivatalokhoz delegálja, a kormányhivatalok járási hivatalhoz delegálja a foglalkoztatás helyettesítő támogatást. Nagyon egyszerűen az államilag garantált juttatások, akár segélyek, akár bármilyen más támogatást, azt a járási hivatalok kezelik, és az önkormányzatnál maradt feladatokat pedig összegyúrtuk egybe, tehát öt olyan kis régi nyelven segélyek, vagy az átmeneti élethelyzetet kezelő, akár fűtési támogatás, akár rendkívüli támogatás, akár közgyógyellátás méltányossága alapon, ezeket összegyújtuk, települési segélynek hívjuk, és a települési önkormányzatra bízzuk azt rá, hogy helyben látja ezeknek az embereknek az életminőségét, a romlását, és ebbe a segéllyel segítség. És garantálja az állam ráadásul ennek az ódiumát, a forrását is, mégpedig többet, sokkal többet, mint a 2014-es bázis év, hiszen egyrésztről megkülönbözteti az igénybe vevő önkormányzatok közül, csúnya szóval kifejezve az adóerő képességünknek megfelelően a nagyon gazdag önkormányzatoknak nagyon keveset ad, vagy éppen semmit, a közepesen gazdag önkormányzatoknak kevesebbet, a nagyon szegény önkormányzatoknak viszont 100%-át finanszírozza. Ez 2014-ben 30 milliárd forint volt, amit az önkormányzatok kifizettek erre a célra, és ezt 2015-ben a kormány 35 milliárdra emelte, és 2016-ban is azt a 35 milliárdot biztosítja erre, de emellett még, hogyha az önkormány tudja igazolni, hogy abban a rendkívüli átmenetben többet költött, akkor lehetőség van, természetesen van tartalék keret ennek a növelésére. Képviselő úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Stúdió.